Viharos széllel érkezett meg a hétvége országszerte, többek között Fejérvár megyében is erős széllökésekre kell számítani. A hőmérséklet délután 5 és 11 fok között alakult, késő este pedig 1 és 5 fokra kell számítani. A belvárosban arról kérdeztük a járókelőket, rájuk milyen hatással van a változékony időjárás. Érinti az embert az erős szél, egészségileg is. Jobban meggondolja az ember, hogy mikor indul útnak, úgyhogy nem... Amikor ma már nem egyszerű. Igen, most megyünk a kiállításra, összeszedtük magunkat, úgyhogy nem kellemes. Fiatalok lehet, hogy ők könnyebben átvészelik ezeket. Ezt a szélsőséges időjárást bennük. Engem legalábbis éri egészségileg. Hidegfront, azok változást szüleimnek is. És ez miben nyilvánul meg egyébként? Hát részben elúttal, egy órával később érte fel, meg fájt a lábam meg a térdem. A fejem fájt, más egyéb olyan problémám nem volt szerencsére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért elég jó helyen lakunk. Néha kicsit húzatos a város, de hát legalább nem olyan szennyes a levegő ilyenkor. Kicsit kifújja. Úgyhogy... Meg hát igazából annyira rossz idő nincsen, szerintem felöltözünk, és friss a levegő, úgyhogy ki kell jönni egy kicsit. Nem kifejezetten rossz hatással van, mert ugye már nem vagyok fiatal sem, aztán meg fejfájás, szédülés, ilyenek. Aztán ugye nehezen viselem már én is ezeket a szélsőséges időjárásokat, és hát sok folyadékkal próbálom kompenzálni a dolgokat, meg hát ugye egészséges étkezéssel. Több száz székesfehérvári középiskolás vett részt a városi diákbálon pénteken este. A Sostói stadionban hosszú idő után végre idén újra együtt bálozhattak a város középiskolás diákjai. Utoljára a pandémia előtt 2020. januárjában tudtak együtt bálozni a fiatalok. Nagyon népszerű volt a pandémia előtt a városi diákbál, amit szerettek a fehérvári fiatalok, így a Városi Diáktanács javaslatára idén újra megszerveztük a programot, ahova mintegy 400 középiskolás érkezett, fogalmazott Cserpalkovics András polgármester. Korábban már szép hagyománnyá vált a diákbál, és nagyon szerették a fiatalok, aztán jött ez a néhány nehéz év, akkor különböző okok miatt nem lehetett megrendezni, de úgy éreztük, hogy talán itt lenne az ideje annak, hogy visszahozzuk ezt a szép régi hagyományt, és megtartsuk, megrendezzük a 7. ilyen városi diákbált. És aztán persze a döntést azt hozta meg, amikor a diáktanács maga a várost képviselő, város diákságát képviselő szervezet, közösség mondta azt, hogy jó lenne visszahozni, és most itt van, és mindegy 400 fiatalt várnak ide a szervezők. Sándorfalvi Sándor a korszakos festőművész 2010 óta nincs köztünk. A Pelikán galériában születésének 110. évfordulóján emlékkiállítással tisztelegtek a fehérvári alkotó, a Székesfehérvári Művészek Társaságának egyik alapítójának emléke előtt. Sándorfalvi Sándor 1914-ben született Pencen és 1953-tól élt Székesfehérváron. Nyugdíjazásáig a városi közigazgatás tisztségviselője volt. Eközben évtizedeken át kitartó önképzéssel szabadiskolák tagjaként sajátította el a festészet tanulható részét. Így vált idővel a tanítványból mestereivel, Áron Nagy Lajossal, Pallai Józseffel, Ballagó Imrével, M. Tóth Istvánnal együtt kiállító művésszé. Ide még rendeztünk festményeket is, rendes olajképeket gyűjtőktől, akkor a Városházából, akkor a Fehérvár Műszak Társaságától, a Vörösmarty Társaságtól, mindenhonnan egy kevés képet szereztünk, hogy lássák azt az anyagot is, ahogy olajképekkel, sőt az ő sajátos festészeti technikájával dolgozva, miként festett úgy is.